minden egyes regény valami fájdalmas megtapasztalásból íródik. Zsuffa Tünde író előadása a Tolnai Katolikus templomban. Zsuffa Tünde az Ég tartja a hazát című könyve 2023-ban jelent meg. A mű egy trilógia záró darabja, melyet az Ég tartja a földet és az Ég tartja a királyt alkotások előztek meg. A legújabb regény lendületes cselekménye cselsző és árványkodás és szerelem, zsarnokság, hűség és árulás útján, gyilkos indulatoktól sem mentesen mutatja be a tatárjárás után újraépülő Magyarországot. Tulajdonképpen a Kész Tolnai csoportjának egy rendszeres éves programja, ez a templomok éjszakája. Na most erről azt kell tudni, hogy ez a katolikus templomban van, nem éjszaka nevével ellentétben, de mivel az országos templomok éjszaka, az országos rendezvénynek is templomok éjszakája neve, aminek egyik rendezvénye a mai, a tolnai előadás is. Tulajdonképpen két programból áll, ünnepi szentmisével zárul, és előtte van vagy egy zenei rendezvény, vagy egy prózai rendezvény. Kiemelném talán azt, hogy az elmúlt évek során tényleg csak példálódzóan, hogy kiket hívtunk meg zenei program keretében, a Vagantes ének együttest, a Lózsányi Tamás orgona művészt, prózai programok közül pedig kiemelném a Csókai András, illetve a Gőg Edit pszichológus előadását. A mai programunk is egy prózai program. Nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült Zsuffa Tünde írónőt megnyerni, és azonnal igent mondott, elfogadta a meghívásunkat, és hát őt hívtuk meg. Ő egy nagyon népszerű író, tehát termékeny író, nagyon sokan olvassák a könyveit, és egyébként még azt kell róla tudni, hogy a 2 évvel ezelőtti budapesti eukarisztikus kongresszusnak az egyik főszervezője volt, de mint író nagyon közismert. A regény ma is aktuális lehet, hiszen mint Saramó Márta mondja, a 13. századhoz hasonló a napjainkban is küzdeni kell a függetlenség, önállóság megőrzéséért. Szent Margit életén keresztül az az üzenete a ma emberének, hogy tulajdonképpen sosem kell elveszteni a reményünket, mert ha van hazaszeretetünk és van hitünk, akkor az Ég megtartja a hazát. Úgy gondolom, ez az üzenete. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tolnai csoportja még 1995-ben alakult. Karitatív munkát végeznek, keresztény jellegű előadásokat, zarándoklatokat szerveznek. Tulajdonképpen egy országos szervezet, helyi csoportja vagyunk mi, mint tolnai csoport. 95-ben alakultunk, tehát jövőre leszünk 30 évesek. Hát mi nem politizálunk, tehát nem egyik politikai pártnak se vagyunk a tagjai, mi kizárólag a keresztény konzervatív értékrendet képviseljük, ezt szeretnénk megőrizni, továbbadni. Itt kiemelném a hagyományőrzést, tehát Tolnának, mint zömmelt katolikus település, 90%-ban nagyon sok katolikus jellegű szervezet volt, nagyon sok rendezvény volt, egyházi rendezvény, ilyen például a búcsú, vagy a Rémeusz járás húsvét után. Tehát mi ezeket a régi eseményeket szeretnénk feleveníteni és továbbadni a utókornak. Saramó Mártát továbbá a Tolnai Szentháromság szoborról is kérdeztük, hiszen az építményt nemrég az ő kezdeményezésére újították fel. Pozitív a visszajelzés, és nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült összefogással megvalósítani az anyagiakat, és hát úgy gondolom, hogy elismerték, a város is elismerte, hogy tényleg sokat dolgoztunk, bár nem az én érdemem, én csak úgynevezett pénzbegyűjtő voltam, meg egy magánalapítványt hoztam létre, hogy ez a szobor felújíthasson, de a város is elismerte, az év civil szervezete címet nyerte el
Tolnai Szentháromság szobor felújításáért alapítvány. Nagyon sok tolnai örül, és külön kiemelném az elszármazottakat. Még most is hívnak, hogy jártak ám Tolnán, és hogy megnézték a felújított Szentháromság szobrot, és köszönetüket fejezik ki, és nagyon örülnek, hogy ismét régi pompájában áll a város főterén a szobor.